18 új rákbetegség kezelésében alkalmazott gyógyszer támogatását utasította el az OEP. A nem támogatott készítmények közül 7 egyáltalán nem érhető el Magyarországon, a jelenleg forgalomban lévőket viszont alkalmazzák a terápiák során. Az országos egészségbiztosítási pénztár idén 400 milliárd forintnál is többet költ gyógyszertámogatásra. A főleg népbetegségeket gyógyító orvoságok nagy részénél akár 80-90%-ot is elérheti a támogatás mértéke. Vannak azonban olyan készítmények, amelyek egyáltalán nem szerepelnek a listán, ilyen például az altatók és néhány allergiagyógyszer. Az OEP legutóbb februárban utasította el 18 a rákbetegségek kezelésében alkalmazott készítmények támogatását, mivel az EMMI és a Nemzetgazdasági Tárca nem módosította a támogatott gyógyszereket felsoroló jogszabályokat. Bár az eljárást az OEP folytatja le, a döntés alapvetően nem az egészségbiztosítási pénztár hatásköre. Jogszabály mondja azt ki, hogy csak úgy kerülhet be új készítmény, ha a rendelkezésre álló előirányzat, tehát a pénz, ezt lehetővé teszi. Ezekben az esetekben az OEP természetesen elkészítette a jogszabálymódosítási javaslatait, az erre vonatkozó előírások alapján figyelembe vette, kikérte az Egészségügyi Technológiai Értékelő Bizottság véleményét, jogszabálymódosítási javaslatokat fölterjesztettük, de mivel ezek a javaslatok nem jelentek meg jogszabályban, módosítás kapcsán, ezért a pénztárunknak ezeket el kellett utasítani. Már is folytatjuk a témát a stúdióban dr. Erfán Józseffel, onkológus főorvos, osztályvezető főorvossal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy vonalakban el is mondták az OEP részéről, hogy mi a lényeg, ebben a bizonyos új gyógyszereket utasítottak el februárban, de azt hangsúlyozni kell, hogy a már forgalomban lévő gyógyszerekhez hozzá lehet jutni, az új készítményekre vonatkozik ez a rendelet, ez a szabály. Mikor kerül be egy új gyógyszer támogatotti körben? Mi a gyakorlat? Először is szeretném hangsúlyozni, tehát, mert én is hallottam először hangokat, hogy itt megszüntetnek kezeléseket. Nem. Amit eddig finanszírozott, azt a további is finanszírozni fogja az OEP. Tehát ott semmiféle változás nincs, senkinek nem kell megszakítani a kezelés pénzhiányra való hivatkozással. Egy, kettő. Ahhoz, hogy egy gyógyszerből úgy legyen gyógyszer, hogy finanszírozod a gyógyszer, hát elég hosszú út van. Először, tehát hagyjuk most a gyógyszerkísérleteket, hagyjuk mindent, tehát amikor már egy gyógyszer úgynevezett törzskönyvezésre kerül, vagy az európai közösségbe, vagy Magyarországon, akkor onnantól kezdve egy orvos használhatja azt a gyógyszert. Amíg nincs egy gyógyszernek törzskönyve az adott országban, én nem is javasolhatom, és még csak nem javasolhatom. Kórházakban sem használhatnak olyan gyógyszert, aminek nincs magyar törzskönyve. De a törzskönyv még nem jelent finanszírozást. Ez az összes gyógyszer, amiről most szó van, ennek már mind megvan a magyar törzskönyve, tehát legálisan használható lenne, ha ki tudná fizetni a beteg. De miután még nincs rajta finanszírozást, amit az úr nagyon szépen elmondott az elején, ezért ez egyelőre van is, meg nincs is. Tehát magyarul nem tudunk hozzá, nem mi, a betegek nem tudnak hozzájutni. Mi alapján döntenek arról, vagy születik döntés arról, mert nem is nyilvánvaló, hogy kik és milyen szervezet miképp dönt arról, hogy a támogatotti körbe milyen gyógyszerek tartoznak be, vagy tartozhatnak be onkológiai gyógyszerek? Tehát nyilván a törzskönyvnél már megvan a dolog, megvizsgálják azt, hogy ennek a gyógyszernek van-e újdonsági jelentősége, más, mint az eddigi alkalmazott kezelések. Ráadásul a daganatterápia, hála Istennek, nagyon sok daganatfajtánál krónikus betegség formáját kezdi ölteni. Tehát magyarul nem tudjuk a beteget úgy meggyógyítani, hogy ne legyen daganatos, de hosszú-hosszú éveket tudunk adni neki. Amikor én kezdtem a pályámat, akkor például egy emlődaganatos betegnél az első csontátét megjelenés után a betegek 80%-a halott volt. Ma ha a 10%-a meghal, tehát megfordult az arány. Éveket élnek meglévő betegségekkel, de csak úgy, hogy közben mindig valamilyen kezelésben részesülnek. Ezeket nevezi a szakma vonalaknak. Első vonalbeli kezelés, második vonalbeli, harmadik vonalbeli.
Ezekre az új kezelésekre akkor van, vagy lenne szükség, hogyha már kimerültek az eddigi lehetőségek. Viszont a beteg még mindig jó általános állapotban van, tehát itt nyújtanának segítséget a betegnek, hogy még újabb terápiás lehetőségek nyílnának meg feléjük. Ezek a gyógyszerek, amiről szó van, amelyek most nem kerültek be a támogatotti körbe, jó gyógyszerek? Milyen gyógyszerek? Mi a szakma véleménye erről? Jó. Mindegyik jó. Nyilván most nem mondhatok egyik nevet se, de mindegyiknek van élethozadéka, azért rosszul, de nem tudunk rá jobbat. Néhánynak még a gyógyszer kipróbálásával is részt vettünk annak idején, tehát amikor még kísérleti fázisban volt a gyógyszer, tehát személyes tapasztalataink is vannak. Várjuk, hogy a finanszírozó mikor emeli be a finanszírozott körbe ezeket a már törzskönyvezett gyógyszereket. Most a forgalmazók számára ez nem végleges ez a döntés, újra kezdeményezhetik a gyógyszerek elfogadtatását, ami egy új eljárást jelent. Ez a forgalmazóknak nyilvánvalóan érdekük, mert hogy pénzt hoz, a betegnek is érdeke lenne, hogyha már azt mondja a főorvos úr, hogy ezek tényleg hatásos gyógyszerek. Egy pillanat, ön szerint nem mikor tehát nem természetesen, kell, de hogy nagyobb hatásfokú gyógyszerek lehetnek, mint egyes kezelések, ezt nem kérdőjelezte meg főorvos úr. Mikor lenne erre reális esély, hogy hozzáférjenek bizonyos betegek, akiknél úgy ítélik meg, hogy egy-egy fajta gyógyszer hatásos lehet. Természetesen vannak egyedi kérelem alapján való hozzáférési lehetőségek is, vagy elbírálási tehát lehetőségek. Tehát az EP is észlelte ezt az anomáliát, meg ezt az ellentmondásos szituációt, hogy van is gyógyszer, meg nem is lehet hozzáférni. Ezért megteremtette azt a lehetőséget az úgynevezett egyedi méltányossági alapon. Tehát van egy beteg, alkalmas a paraméterek alapján, hogy az OEP finanszírozza, egy csomó adminisztrációval be kell adni úgynevezett egyedi kérelmet az OEP-nek, amit a beteg ad be, és a kezelőorvos támogatja. Erre van 30-60 napja az OEP-nek, hogy válaszol. Egyáltalán nem biztos, hogy megadja igenlő választ, tehát azaz finanszírozni fogja. Kettő, és a dologban még az is nehézséges, most a rengeteg adminisztráció mellett, hogy addig nem indíthatok semmiféle más kezelést, mert akkor már vonalat léptem. Tehát, hogyha nem ezt a kezelést adom, amit várom, vagy vár a beteg, hogy megfinanszírozza, addig ölbetett kézzel kell várnunk, és hát egy áttétes daganatos betegnek nagyon nehéz megmagyarázni. Ezt nem engedhetik meg, igen. Hát nehéz lekommunikálni, hogy 30-60 napig most nem csinálunk semmit. A gyógyszerek fejlesztésének nagyon nagy piaca van természetesen. Tudjuk azt is, hogy az onkológiai jellegű készítményeknek is, és vannak újfajta megjelenésű és korszerűbbnek vélt kezelések, gyógyszeres terápiák, célzott terápiák, ezek miben különböznek? Mások. A célzott terápiák lényege, megpróbálom megmagyarázni, tehát magyarul, ahogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma daganatos sejt, mindegyik más és más, és úgy kell elképzelni, hogy nekem van egy csomó kulcsom, és a daganat a zár. A különböző vizsgálatok, amit megjegyzem, szintén most kezd csak finanszírozni az öbb, meg kell találnom, hogy hogy melyik kulcs alkalmas ebbe az árba. A kemoterápia az olyan, mint egy állkulcs, annak minden előnyével és minden hátrányával. Tehát, ha én pontosan meg tudom mondani, hogy a rendelkezésre álló kulcsokból melyik alkalmas az adott daganat, nem általában, nem ennek a daganatnak a kezelésére, akkor nagyon-nagyon jó eredményeket lehet elérni. Nem minden betegnél, hanem annál. Tehát lehet, hogy amikor azt mondják, hogy ez csak a beteg 15%-ánál jó, ez igen, de azoknál a 100%. Tehát ezért nagyon lényeges, hogy és a világ és az egész onkológia ebbe az irányba kezd eltolódni. Tehát a célzott terápiák, ezért célzott. A target az angol szóból, vagy magyarul jó fordítás, célzott terápia, mert megcélozzuk azt a útvonalat a molekuláris szinten, ami alapján a daganat, sejt osztódik. Gátolják ezt az utat. Akkor ez a 18 készítmény mégiscsak korszerűnek mondható. Köszönöm szépen, főorvos, hogy itt járt nálunk.